Megelőző intézkedésekkel igyekeznek megfékezni az influenza terjedését az oktatási intézményekben. A szülők és diákok figyelmét felhívták a megelőzés fontosságára. A pedagógusok folyamatosan figyelik a gyerekeket, rendszeresen szellőztetnek és fertőtlenítik a termeket. A széles körben terjedő influenza járvány megfékezése érdekében a vakáció lejártával a tanintézetekben is megelőző intézkedéseket vezettek be. Antal Levente Maros megyei főtanfelügyelő helyettes leszögezte, senki nem szeretné az iskolákat újra bezárni. A tanfelügyelőségek múlt hétvégén küldték ki a minisztérium által megszabott utasításokat arra vonatkozóan, hogy hogyan kell eljárni a járvány terjedésének megelőzésére. Egyértelmű az, hogy felületeket kell fertőtleníteni, kezet mosni, fertőtleníteni, szellőztetni a tereket, a termeket, újra venni azt, hogy hogyan tüsszentünk, hogyan köhögünk, papírzsebkendő használata, tehát mind-mind olyan dolgok, amiket sajnos már megéltünk, átéltünk, gyakoroltunk a világjárvány idején. Az oktatási intézmények vezetőségeinek kötelessége tájékoztatni a szülőket az influenza és más légúti fertőzések tünetei felismeréséről, illetve arra kérték a szülőket, hogy naponta ellenőrizzék gyerekük egészségi állapotát, és csak akkor engedjék óvodába, iskolába, ha nem jelentkeztek nála az influenza tünetei. Hajdu Zoltán iskolaigazgató elmondta, egyelőre a Bolyai Farkas elméleti liceumban nincs beteg tanuló. De tájékoztatták a diákokat, és arra kérték őket, hogyha bármilyen tünetet tapasztalnak, keressék fel az iskola orvost. A tegnap az asszisztensnő és az orvosnő végigjárták az iskola minden osztályát. A hagyományos év elejé vizsgálat előtt elmondták a legfontosabb tudnivalókat a járvánnyal kapcsolatban, elmondták, hogyha valaki lázas, fáj a feje, vagy ehhez hasonló jelek jelennek meg, akkor mit tegyen. A maszkviselés javasolt a diákok és a tanárok számára is abban az esetben, ha éreznek megfázásra utaló tüneteket. Ugyanakkor a pedagógusok újra elmondták a gyerekeknek, hogyan tüsszentsenek, köhögjenek, használják a papírzsebkendőt annak érdekében, hogy minél kisebb legyen mások megfertőzésének kockázata.